Szia, botnéző! Botnéző vagy? Akkor szia! Szia! Rossz gomb? Jó gomb? Hello mindenkinek, szevasztok srácok, nagyon sok szeretettel, jutszók, összeszázott. Pászor, valaki csinált egy pucarász szervert, ugyanaz a neve, mint a miénknek, meg minden, csak azon hatan vannak. Úristen! Csak azért mondom, hogy ne hagyjátok magatokat átbaszni. Érted? A nem oficiál pucarusszerróba. Szia! Te mit akarsz itt? Bocsánat. Ha? Te cvekedli. Most énekelj énekem, vagy szétpáglak. Kik adják a magányt? Halljam! Miért? A viszkit, a pálinkát. Nyomjad, mert meg leszel ütve. Piam. Figyelj csak! Most mi van az iskolában? Tényleg 5 fok van? Nincs fűtés? Iskolában van fűtés? Van. És akkor gyurma, minden össze van készítve, színes ceruza kihegyezve, minden játszik? Ha? Na, ne körülök. Na jó van. Kotródj el innen, mert itt szarra szétszednek a kannibálok. Igen, először is ne tegezzél. Megmondtam. Lali itt van. Milyen Lali? Ez a kis tripós gyerek. Nem, miért? Nem tetszik neked, vagy mi? Nem, csak tartozik neked. Miben tartozik neked, te brand? Hát, kinder tojással? Vagy mi? Grapicceruzádat ellopta? Figyelj csak, én most szólok neked, hogy húzódjál el, mint a pittyma hideg vízbe, mert itt fő fogja ütni a fejét a probléma, aztán aggódok miattad. Tajkártya legyen nálad, mert 1000 orvos nem tesz össze, fiam, ha itt maradsz. Na tessék, már jönnek is. Én a helyedbe eltekernék vihar sebességgel, úgy, hogy a mejbimbomat kikezdje a szél. Na? Mit na? Pina? Igen? Figyelj csak ide, mit prüszköztem, meg pásztál? Aha. Ha? Figyelj csak ide, megmondtam, hogy ne tegezzél. Te nagyon kibac szemtelened be. Na figyelj csak, menj el innen, mert problémákba leszel. Ez kinek jó az? Na, szia! Hol van a Lali? Figyelj csak ide! Te most te nekem ugrálsz, kicsirigó! Figyelj csak, én szóltam neked! Te böhömarcú, te tőgyfejű! Szóltam neked, igaz? Szólt a papa, vagy nem szólt? Ha? Na akkor utoljára! Ne mutogassál, mert rászokol a lopásra. Mögblankollak, mint a részkábel. Nézed, ide figyeljél. Igen? Mondjad, Noki. Mechanizmus vagyok. Figyelj csak ide. Mechanizmus a faszom, ezt a szokott. Neked a faszodat? Addig azt a kis izét. Körömhegyet, há. Az még nem is csak fasz. Az még csak ebbetű, fiam. Még annak is a pele. A kis pejhetlen faszodat húzd el innen, most utoljára szólok. Mert meg leszel bökve. Hallod, Nokedli? Jó van, a rák megesz most már akkor. Szóltam neked, te gyász. Nem szóltam! Matek lecke kapitány. Nézd meg. Már csinálja a feszültséget. Szia, Lajos. 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 Állj ki, lelelelelele. Énekeljél! Zolik össze 90-et, Attila az 50-et, Ákos a 145-öt, Bence a 26-ot, Jocó a 300-at, már nem nyomom, Daniel össze a 100-ot, Dávid, Jocó, nagyon szépen össze a csillogat, srácok. Lajcsi! Hát ez, ki van meredve, Dick? Nyugodalmas, szép estét! Szia, Joker! Szia, Eric! Ez ki az a gyerek ott? Mit keres ott? Légy szíves, a rendőrséget tudnál tárcsázni a kedvemért? Hát nem te beszélgettél vele? Én nem. Te ez összekeversz. A Lajos, ja, szerintem nem, a Lajos. A Lajos úgy látom, hogy itt tetlegességig pajuló konfliktusokba keverede. Az mi? Mentő? Nem tudom. Mentő, hát?
Dikász, ilyennel járnak a mentősök? Van pénz. Tiszteletem, jó napot! Tiszteletem, uraim, tiszteletem. Miben segíthetünk, bocsánat? Esetet, egy riasztás. Na jó, hát én is sok mindent kaptam, trippertől kezdve szia, minden szart. Ssss, Lali! Érti, pőnök? Értem. És semmilyen riasztás nincs, ez magánterületi, de behajtási engedélye nincsen magának, bocsánat. Házkutatási és bírói végzés ellenében. Ki ez a hulla itt a földön? Hát igen, Lali, erről te tudnál beszélni, de... Semmi baj, köszönjük, hogy itt volt, doktor úr. Nem lehet átvinni. Akkor nem vizsgálhatom meg az... Á, semmiképpen. Van magának egy kis pénz? Egy kicsikre van. Mennyi az? Százezrekről gondolkodjunk. Ojjaj, hát az nem kicsi. Hát kinek mi a kicsi? Bocsánat. Ilyen jól nem fizet az állomány. Hát én izé vagyok, kriptomilliómos, úgyhogy tegye magát takarékra. 500 ezer. Wow. 500 ezer a behajtás. Akkor viszontlátás. Viszontlátásra. Kenyére. Jó, van, takarodjál, Lali, légy szíves, arra befele menjél a faszomba. Jó, köszönöm. Érted ezt a szagot? Milyen szagot? Ja, hát itt a Juni. A Juni volt, ide éreztem a szagot. Szia, Juni. Szia, Juni. Szia. Szia. De jó hangod, szia. De neked a hangod olyan, hogy a tévé leugrik az állványról? Keszi. Hát ezt tudom nyújtani. Ezt tudom nyújtani. Hát már halkítsen már magadon, faszomba. Hát morra a szemgolyom berezonál. Juni. Az igen. Na, akkor gyerünk, akkor most legyen nagy paszó, Juni. Ha? De akkor mutassál valamit, mert csak a popád nagy. Nem a buziságról van szó, te gyökér gyerek, te... Hát arról, hogy pérpiként kéne viselkedni. Mert most csak a szád, az a popád nagy. Gyere arrébb, Lajoska. Megyek. Mert bazeg a cukrom az egekbe. Vérnyomásom is 5000. Nem értem, hogy mi van a Giulioval most. Mert miért? Mert olyan fura nekem. Nem mert tudod, a múltkor... Igen. Szeme volt, egyik üveg, másik látom, meg sír. Aranygyűrű van az ujján. Ez igaz, Juni? Szeme meg sehol. Én mondtam, ha meggazdagszok, lesznek jelei. Mégpedig? Nem mondod el senkinek, hogy megnyerted a lottót, de lesznek jelei? Igen, én Balázs, kezd az ötvenet! Persze. Hogy ne, tudod, mit nyertek ezek? Nagy fasz a picsájuk, babbo is kettőt, hogy szorosan álljon. Ki nyerte, Lali vagy a Juni? Mert jó barátok vagyunk, hogy ugye nem felettétek ezt el. Az előbb még meg akartad ütni te gyászkereszt, most még jó barátok vagytok. Nem, azt mondtam, hogy gyere basszál meg, ő akarta Dég. És te uszítottad. Én nem uszítottam, hát egyszer kimond valamit a száj. Hát a barátok nem itt kezdődnek. Hallottam a Joker. Csak a karátok. Kivel vagy, Lali Geci, ha? Ki adott neked enni tegnap? Neked maximum arra nyered van. Neked arra nyered van, Judy, maximum. Igen, neked arra nyered van. Figyelj látom? Csak, az itt beszűsz, mint Jézus a kereszten, buzi gyerek. A lottó nyereményed, de az 5 forint nincs. 5 forint nincs az zseb, akkor hiány, na, hiány meg mindenkit kajálni. Na, így van. Kajál, hiány meg. Ma eszik a család. Így van, Juni, elviszlek egy helyre titeket, te meg fizetsz. Na, ha ilyen nagy faszom. Eszik össze 30-at. Juni, ember vagy? Attila, 100-at. Akkor gyere, hát. Szíja ki a pagy, kis passzodat. Melyikre? Hát, hogy mennyit fogad... Figyelj, már azt a buzit át kéne kutatni. Mi van nála, Lajoson? Lehajolok hozzá. Szerintem izé van nála, gyurma készlet. Halló, tessék, szia! Igen? Csikos Brandon, hát. Csikós vagy csíkos? Csikos. Na gyerünk a gecibe. Te fizetsz, Juni, ne felejtsd el. Nagy volt a pofád. Szartig vagyok. Akkor gyerünk. A konzsa. Joci, nagyon aranyos vagy, kösz szépen. Készen állsz, Juni, a nagy fizetség? Persze. Hova megyünk? Most melyik étteremekbe? Hát elviszem. Először iszunk valamit, tudod, hogy megnyitjuk a gyomrot, úgy, ahogy az kő. Juni Muni. Én már ittam a gyomrodat, de annak nem fogsz örülni. Jó, ezt akartam mondani. Megnézem a pénztárcámat, Judy, jó? Apró, Lali, apró. Figyelj, Lali, figyelj csak! Tudod, hogy itt tűz mögöttem, a hang megterjed? Jaj, na... Csak adtam Lali-nek kölcsön.
Ah, jó, oké, nekünk is fogsz kölcsön adni, remélem. Tényleg, Gyuni, adj már kölcsön. Most gyűjtök. Nincs pénze, most tettem oda adni nekünk. Minden? Hát az azt mondta, te szartig vagy. Te akkor csak maradt nálad. Hát akkor dobjál már valamit a papának. Na, miért nem dobol? Nem egy 5 csillagos hely, ilyen 2 és feles, de a lényeg az, hogy Gyuni fizet. Ilyen lepukkant? Nagyon lepukkant, ilyen alja hely, de jó lesz. Bármit kérhetnek, mába este én fizetek. Na jó, úgy legyen, úgy legyen. Fogjatok valakit a falhoz, baszok! Akkor ma iszunk, eszünk. De azért mértékkel igyatok. Szarvasgombás nokedlit. Bármit ihattok, de azért kérdezzetek meg előtte. Most mondtad, hogy bármit. Hát azért kérdezzetek meg, hogy lehet-e. Most csíkos vagy csíkos? Lali. Csíkos. Erre kell menni? Na, hova jöttünk? Oda, hát a... nem egy a csillagos. Kösz szépen, Eszter, kösz szépen az 50-et. Ja. Ó, Joker, üljél már le magadnak, diktányért nincs, ami a sajátod. Há, dehogy nem, megmutassam. Azt a szád meg nagy, mutasd már meg. De engedjetek nincs már, hozz meg, hát meghallom. Jó napot kívánok, tiszteletem. Jó napot. Veled légy, nem beszélsz. Figyelj. Beszélte akkor, hogy már innen, hát nem engednek be, faszom, ki van ezekkel. Figyelj ide, te villamos ütközőfejű véngeci, a barátommal szerényebben. Mert meg leszel baszva. Figyelj ide, hát nem engednek be, itt azt nem tudok inni egy kis ember. A faszom benne van szállt. Figyelj csak. Mindig ez az erőszak. Ez a szeretet ünnepe. Szeretet ünnepe van, május 1-e, bazd meg. Tudjátok, mi fiaim? Hallottatok valami szállítmányokról, he? Hagyd nézem ezt a szállítmányt. Dik, milyen brinyó ez? Ez, figyelj, ezt... Hagyod, hogy így beszéljenek veled? Ha? Öreg, ha? Igen? Jó napot, uraim! Nem szabad. Milyen zár? Hát nekem rendezték. Micsoda, zárba van? Tényártam meg a fődíj. Nyitva van, csak itt most esküvő folyik. Hát én vagyok a izé, a násznagy. Ezt erről nincs információ? Bocsánat. Én vagyok a fejér, csak csöppet lecsúsztam. Ő a mennyasszony, ez a fekete fiatal ember. Legyek az. Figyeljen, van papír róla? Hogyne? Minden van. Na, akkor mutassák. Virítsad. Juni, gyerünk. Várjon. A meghívott, oda, pattints föl. Oda, a zöld hasú, Juni, a zöld hasú. Viktor, kösz a 190-et, olyan szépen, kösz. Mi a kutya? Nálam nincsen semmi. Sok boldogságot nektek. Dávid, a 135-et. Milyen lapród beszélj? Amikor örökbefogadtad, Dávid. Milyen örökbefogadás? Te hol nézte? Azzal még nem lehet. Ah, itt van, és csak. Ott van nála. Látszott, fiam? Igen. Te buzi vagy? Nem vagyok. Jó, van, akkor öreg, figyelj már. Nem, igen? Nem jutták, kértem a borról, amit vett a borba. Miért, mi van? De veled te így nem beszélsz. Nincs egy izé, hátsó bejárat, bocsánat. Na, várjatok, ma hát... El kéne álljúni. Na. Nekem van egy ötletem, hát a... Éj, bocsi, kurva anyád, basszál meg! Nem, már a kocsit rugdostam. Ezek nem akarnak beengedni minket, azért két ez fel... Lali? Aj. Bazzeg, ez egy nyomozó vagy, Dick. Azért ezt kifigyelni, azért nem sámli. Nem sámli. Mónika, kösz a 30-at. Akadt valami, hát nem hallottátok, hogy mit mondott az a bánat arcú, az a befállott pofájú kis buzi, aki hogy? Ezen kinnet. Igen, van mi? Valami a szállítmány. Tudom. Priluki. Mi lenne, hogyha elvennék tőlük, és csak mi akkor adnánk vissza, hogyha beengednek minket, na? De ez az ő szállítmányuk? Én már a szállítmányozásban otthon vagyok, egyszer dolgoztam. Na, egy raktárban. Azt mondta, hogy valami molló vagy... Olló? Holló? Királybárbó? Holló? Ja, nem? Zorro? Apollo? Storno? Hát elvisszük, holló? Azt akkor megzsaroljuk őket. Hogyha Tolló? Nem tudják ide, akkor baszhatják, holló? Be kell zárni a rolót, mi meg kinyitunk egy új helyet. Mit tudom én, valami nevet kitalálunk neki. Jó, mondjuk... Ez nagyon jó ötlet. Lehetne a neve mondjuk Tarhonyás Tamás. Vagy szerintem. Vagy kukopiszhatnánk őket, érted? Nyithatunk egy ugyanilyet ide mellé, érted? Csak az lenne a neve, hogy Ember Búr. Érted? Így van, vagy Bá. Csak így van. Bá. Ez jó ötlet, bassz meg. Ember Bá, akkor inkább. Így van. Vagy Endre Bá. Az vagy is, így van. Nagyon jó ötlet.
Vagy... Baszoda. Nem ember, hanem ember. Vagy... Lehetne Szopoda. Szopoda az jó. Hát, hogy gondoljuk el... Szopoda a... Kft. Az is jó. Baszoda az ERT. Ez nagyon jó ötlet. Gondolhatunk azokra az emberekre is, akik ha, nem tudnak értelmesen beszélni, mint te, hanem azt mondani, az lenne, vagy... Lehetne Geci Puttony. Geci Puttony az nagy ötlet le. Szerintem. Mi az, hogy meg? Na jó, figyelj csak ide! Figyelj csak ide, mit kell emberkedni ezzel a szöcske testűvel? Mit kell bántalmazni itt a jó népeket? Ha? Bántjátok? Most már fő megy a cukró. Hát morra levág az ide ki, vagy kopaszodba. Nem engedni kinni egy... Ilyet ezt tudom, hogy néz ki? Hogy? Nem tudom, hogy... Mint ahogy benéz? Lehet, ezt az öreget itt hát, már... Nézd meg, kiájul, hát. Kiájul az idegtő. Hát csoda. De ennyire ilyen ember, izé. Jó nézek ki, Joker. Nagyon jó vagy. Úgy nézek ki, mint egy üzlet ember. Hát igen, valami olyasmi. Csak az a baj, hogy... Lehetne Pussy Corporation. Pinaromboló Kft. Az jó ötlet. Figyelj csak, kocsim, mit keres itt megint, bazd meg. Faszom tele van mezze. Szétbasszuk ezt a két köcsögöt? Az ajtó előtt? Ne bántsuk őket. Mert miért? Te mostan ilyen izé vagy, ilyen aktivista? Te is leöntöd a Picasso pespényt paradicsom lébel! Köcsög gyerek, ha? Van Goghnak a képit leöntötted? Ha? Ki öntötte le? Paradicsom lével, buzi aktivista geci! Nem én voltam. Figyelj csak ide, meg egyet kérdezek, Lali. Egyet fogok neked mondani. Igen. Mikor volt az Egri, Mohácsi, Mátyás 1409, Kolumbusz, Kristóf, Amerigó, Vespucci? Nem igaz? Nem jó válasz. 1310. Oszva kettőbel. 605. Baszok rád egyet, azt elvisznek mentővel, kisbuzi. Érted? Milyen 605 fele 1305, te fasz. Na jó, van, figyeljetek, most csak... Annyi. Ja, figyeljetek már, kérdek kávét, meghívlasz titeket. Na, gyerünk. Ülj bele. Milyen kávét? More, cápázol? Ezt valaki itt felejtette, há? Pusz. Jé, More, ezt a bajomhimlő megterjed, kell a ráktak. Lehet összepaszozták. Na jó, akkor megiszom. Igyad. Így ad, piam. Mostantól átkeresztellek, az lesz a nevet, hogy Pali. Rendben? Pali. Giulio, neked meg Puli. Rendben? Pali és Puli. Nem, te a Puli vagy. A Lali a Pali. De Puli vagy már, mert késő. Te meg leszel a Puli. Az jó. Érted? Mindenki az, amit szeret. Érted? És a Joker lesz meg a... Mi lesz? Nem. Pali, Puli, Puni, és passz. Joker az jó? Igen, mondja. Pont rímel. Hát a Juni most azt mondja, hogy az legyen a nevet, hogy passz. Nem tudom, ez nem zavar? Hát mindenki magából indul ki. Mit tudom, mondott a Juni, Lajosom? Hát, hogy aki szereti azt. Figyelj csak, Lali, te kemóra jársz, vagy ilyesmi, mert kopaszodsz hátul, nagyon durván. Tényleg? Nem mond már... Vagy lehet, hogy ilyen pszichiátriai eset, azt népkedi a haját, hát. Kopaszodni... Miért nem? Én még fiatal vagyok. Lali, ilyen nagy pikiregél kopaszodásodat. Jó van, Lali, rákijedte a beledet, az a lényeg. Jönnek... Gyomorom is fáj. Tényleg, hát? Posnot köl? Harapja a rák. ez nem vicces, szégyeld magad. Nagyon csúnya vagy. Most hova megyünk, a dohányba? Vagy a boltba álljunk már meg. Mennem kéne egy izét. Mi? Nem mondom meg. Tényleg megálljunk a boltba? Igen, legyél a szíves. Azt a kurva, hát. Ez geci. Bocsánat, nagyon kellett. Ez recsegett olyat, geci, mint a térgyem. Bocsánat. Jó napot, tiszteletem. Szia, Zsizi, hello, Joci. Kösz szépen. Kajcsi? Ücsi? Ó, de finom, ez lesz a legjobb. Hogy kell megvenni, bazeg? Ja, így. Nem is tudom, van nálam pénz? Vagy itt kell? Aha. Hogy kell fizetni? Ja, aha, így.
sikerülni fog. Szia, Juni! Mit akarsz itt? Bocsánat. Jaj, de fincsi lesz neki. A kis örikének. Na, igen? Micsoda? Figyelj csak, Lali. Hagy kérdezzek tőled most egyet. Ez megérdemeltette pusztulat. Ajaj. Hagy nézzem. Segítség, Lali. Öreg, vérzek egy kicsit. Vérzek. És mit csináljak veled? Vérzek. A Bram tegye ki a picsádat. Vérzek, mert a Junioval verekedtük. Megyünk bónusz! Erősen, de itt csak játékból kezdtem meg. Frödis! Vérzek. Ja, de amúgy bazeg, mit robázol egyből, hülye gyerek? Komolyan, Lali, bazeg, te néha azon gondolkozok, neked pinád van. Szétülök ki. Te egy nő vagy, bazeg, hormonkezelésre jársz. Most figyeljek ma a kórházba, vagy mi a kurva? Vigyük, mert menjünk, déket. Jó, figyelj, Lali, 2000 dollár lesz fejenként, ahányan az autóba ülünk, oké? Okay? Most kikkel. Tényleg amúgy. Ez most igaz. Mennyi az ők? 2, 4, 6, 8. 6000. 2000. Oszva 3-bal, szorozva 14-je. Nagyon jó. Ja, igen, bocs, igen, igazad van, de jól tud számolni. Skinner! De azt most ide kell adnod. Lali, nem húsz. Osszátok meg a streamet, mert legjobb a világon. Hát nekem nem. Pedig... Nekem se, Lali? A Juni? Nekem biztos, hogy nem. Halljátok a hangját, halljátok a hangját. Hazudik. Fogjatok le, azt mutassatok át. Hát ez lesz. Fogjatok le. Jó. Figyelj csak, itt megállunk, itt adod a pénzt. Szépen, és én vagy szétpasszolom. Gyere, gyere, gyere. Vagy, osz, igen. Osz szét, három felé. Ja, Lali? Nekem mit, hát? Íííí, nagy kubai szivardik, de tele vagy. Assza kurva, te tényleg gazdag vagy, Juni. Tüzet van. Tüzet van, Pia. Várjál, hagyjunk csak magunk az enyémet. Adod a 9000-et, mert hogy a 16000-et... Az igen. Viszem a töltős. Öreg, tessék, neked is adok 9-et, mert így van, mert 3 felosztva a 16000-et. De ez a barjába dohányzok. Jó, jöhet. Gyere, Juni, neked is. Dika, Juni nagy kubai szibarokat kínálgott itt, hát. És nem bőrből, hanem igazit. Érted? De mi van a Junival, hát? Tényleg nyertél a lottón? Milyen gyújtott, hülye gyerek, nem, hát nem volt? Hát töltés, add már vissza. De neked nem adtál gyújtott, Juni. Látod, hogy szivarokat veszek. Na, zsámos, de én őszinte vagyok, nem hazudok neked. Az öregnek, ha bemegy a kaszinóba, alanyi jogon bónusztatnak. Hát, Juni, hát az a mindegy... lényeg, hogy a kurva anyád beszállsz. Mert én is szívom. Megtehetem. Ez igaz, tényleg megteheti. Ez a Juni egy földes úr lett, hát. Te úr vagy? Egy földes úr. Egy úr, aki csábokkal kúr. Igaz a Juni? Dick azért szerényebben, épp hogy lemászta a párról, Dick. Azt már itt pered magad. Állj le. Tudjátok, mint öröm a fejem mostanában? Hogy nem halkan befosta, szerintem? Nem tudom, geci. Nem tudom. Mi? Hát az jutott eszem, hogy lehet halkan befosta. Hát azt... Mindig ez a profinak kell lenni. Mindig bazeg ez a székeléssel kapcsolatos tevékenységek vannak, hát. Sehon egy minőségi poén. Mindig a befosás, a pukikaki. Mert ez kórház. De mi bajod van, Lali? Elájulok. Nem adtad oda, Lali, a pénzt a Johnny-nak? Beodottam mindenkinek. Duplázó. Nekem se adta oda. Duplázó. Na, látta valaki barról a pénykép, videós bizonyíték? Persze, az admin szobába fogom. Rendben. Figyelj csak, urbán legendák terjednek rólad, Lajos, hogy tulajdonképpen melegszarig belappantották különböző élőlényeknek, és például egy kecske, egy szamár is az áldozatok között van. És miközben ezt tömted hátulról, mivel előbelegítetted a tepsit, pasztott hátulról a szamarat, és ordítottad, hogy ne bassza már! Ez igaz? Hm? De ezt hol hallottad? Ezt megírták az újságok. Nem mindegy, hogy hol hallottam, bazd meg. Kérdés az, hogy mennyi valóság alapja van. Vaníliás éked espresszó. Olyan illat van, mint ha valaki halkan befasott volna. Én tényleg, hát. Tényleg érzem, a halkan része is. A halkot érzem amúgy.
Hát nem csak, hogy tudod, a Sunyi filmnek is van szaga, ez a halk postnak is van illata? Annak van szaga csak, Sunyinek. De legyél már fecsegős, mert a popád recsegős, mint a babuzádi szarás. Szivarra be lehet gyönni? Dik. Jó vagy, Lali? Jézusom. Jó vagy, Lali? Mi történt vele? Hát úgy, hogy mi történt vele, baszd, nem látsz a szemeddel? Vagy mi? Te lebed, passz van? Hát összeesett. Te orvos vagy, piam? Kicsi Abdul. Há, elvigyelek pacekba? Gypsy Barbershopba elvigyelek, piam? Kicsi Abdul, jó vagy? Há? Mert itt a pacekastír? Hát megbotlott a skidőt. Ilyenkor mi van? Almos volt. Hát te velem így nem beszélsz. Amúgy igen, én nagyon vele többet nem játszok. Én nem álmos vagyok. Junni. Megmakkant. Megmakkant a csurú. Na figyelj csak ide, nem a múzeumban vagy, ne nézelődjél, legyél szíves, hanem vonuljál arrébb. Mert így van. Nézési díj 3000. Hallod, amit? Hát már vágjad szemmel, lassan ott tartunk. Pak, hopp, egy briós. Kérsz még? Van belőle lekváros, meg bákos. Baszd meg. Nem is értem, geci. A Lali van mi lett így? Megbordít magát? Hát baszd meg, mert hányszor mondjuk eddig? Összeesett. Ja, azt hittem, hogy meg lett pakolva. Tudod milyen? Gyerünk, pakold fel, az baszd meg. Úgyis ezt akarod. Szóljatok már valakinek, hogy rendezze a sorsát. A végén valaki? Még azt hiszik, hogy szar van a padlót. Fáj a szemem. Kiesik a szokszúptalan a csetel. Ne is mondd. Borzasztó. Jó napot kívánok, tiszteletem, doktor úr! Tamez baklava. Főnök, ott bent valaki összerogyott, mint a teljes zacskó. Segítsen már neki, mert megborult sorol. Én már itt mi pénzbe mennek ezek a szarságok? 250. Megiszok már egy ilyet, mert... Hú, hát ez bűn rossz, hallod? Miért dobod el, miért szemet ez, bazd meg? Engedj el, ide, meg most ez jön a mi taste az, test, értitek? A taste test. Esprite? Aha, jön a taste test. Borra, ez valami, mint az ablakmosó folyadék. Hát ma az is. Nézzük meg ezt. Na várjatok, mondom milyen. Ó, oh, ez nagyon fincsa, ez 10 per 10. Ez az, oh, ez az. Ez nagyon jó, ez 10 per 10. Hát morre, itt egy kicsit túl kaptuk. Mit csináltál, öreg? Bazza, kiadta a 3 dingyét, jackpot. Mi között van hozzá, faszopó? Figyelj csak ide, veréb arcú. Tönkre... Az, persze. Te figyelj már ide, te mit izész itt? Ugrász itt, bocsánat. Ha? Mit köteked el? Nem kötekedek. Dehogy nem láttam, hogy... Hogy vagy erotikusan nézed itt a színesbőrű barátomat, nyalod a szád szélét. Mit szeretnél? Judy? Gyere ide, piam! Mert egy útbarlót találtam neked. Ez a fiatalember itt a bevallása szerint érzelmileg és szexualitásos kisugárzásra ragaszkodik irányodba. Bocs! Istenem! Bocs van! Jó napot kívánok, doktor úr! Jó napot! Az autómat azt tönkre ment, uram. Ki a hülye, én vagy te? Ez most tőlem kérdezi? Hát nem tudom, maga átott az automata előtt. Ja, az automata, az autó, én nem csináltam semmit. De itt nem lássa, hogy a rendőrségre van szükség? Hát lehet, hogy akkor híja már ki. Híja már ki. Sanyi, összeszubad! András, kösz szépen! Igen, tudja ki volt? Az a kis buzi. Ott van. Az a gyerek. Aki most csomkodja szét a gépeket, látja direkt? Ez a szakmája. Igen, itt tönkre. Öregad majd egy autót, már rágyújtok. De nincs nálam, mondom. De egyet adjál meg, öcsöm. A Lalinak odaadtam. Lali elkért, ezt odaadtam. Na jó, menjünk a fazba. Ezt a buziságot. Jó napot! Jaj, bocsánat, véletlen azt hittem, gyere, hogy... Johnny, Davidom, kösz az egy dodót, testvérem! Látod? Arra van a... Mi van, kócos? Mit akarsz itt? Beszállnál kocsiban. Jó, van, takarodjál innen, mert ez nem a BKV, piam. Nem taxi. Nem látod, hogy itt ez a gyúrias gépjármű?
Milyen barátod, ha nincsenek barátaid, ébredj már fel az álmaidból, vezérar. Lali, kérsz egy cigit? Dík, ez... Hát borra, mint a betárcsázós modem. Thomas a gőzmozdony volt, nem? Nem, amikor régen emlékszem, mikor az első interneten volt, az is így kereget, mikor betöltött. Hát tudod mi? A vonatot késnek. Igen, az úgy van, hogy tílü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 l
geci! Kiugrott elém, láttátok? Addig mi a jogosítvány? Kiugrott elém? Nem, bazd meg a csávó, hát el kellett tartanom a kormányt jobbra, mert balról jött. Geci! Megint egy szar van a padlón. De ez nem az enyém. Lali? Az most az enyém se. More, akkora hurka van itt, van vagy 70 centi. Pacsatárt lehet vele mérni, akkora szar van itt, bazd meg. Kihajtanánk, lenne 5 négyzetméter. Van benne mazsola? Az nincs benne. Az kukorica van. Kukorica van. Azt is, Lali, ha? Geci. Régen mazsi. Nem, leges fel. Hello, szia, Geri! Te mit csinálsz? Hey. Magát, cinematikus. A szub most majdnem ingyen van, srácok, egyébként. Képzeljétek el, csak 6.99. Megmondom őszintén. Azt most hova megyünk, bocsánat? Elmegyük a szállítmányt, lecsakoljuk, érted? Te miért tudod, honban? Hát mondta a csáv, hogy kim van a mollónál a rakparton. Ja, az hollónál? Ha nem hallottad, nem figyeltek? Nem, bazdmeg, nem, mert Judy ilyen elkábítós szibarokat be akar dzsinázni, Judy. Milyen szibart adtál te nekem? Ha? Nem mondhatom el. Kábítószereset? Ha? Feszült vagyok. Hát én is, bazdmeg. Hát miért oda baszok egyet. Vigyázz, mert ütőtávolságban vagy, Judy. De te is. Hát akkor szálljál ki a szúj, mert borítalak, magadhoz se térsz egy hétig. Na, úgy popán basszlak, úgy popán basszlak, oda is becsöngetsz, amíg csak az alapotásság csira. Na először mutassál bizonyítékot. Most egy szibar. Jó, hát te földukhatod a lyukat, badig. Ezt a csöves szibar. Hát bazd meg, hát ingyen van. Akkor fizess ki. Még a szart is elszínnál mindjárt. Hát hogy a geci benne? Te hülye vagy? Hogy lehet stream nélkül nézni streamet, amúgy csak kérdem. Nagyon jó hozzáállás, köszönöm. Jó van, Juli. De nagy tudós. Nagyon jó mondja a gyerek. Gyere! 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 Csigirigin ki! Papa! Joker, most az utca végére, hogy ott fordulj meg? Várjál, már kaptam egy SMS-t. Na. Hogy kell? Azt írja. Várjál. Már két SMS-t is kaptam, az ez így, hogy állj, ne verd ki. Ma jó, este baszhatsz. Ja, ez nem az, bocsánat. Éhes anyukák? Vírus, öreg? Vírus kaptál? Nem. Vali, maradj csendben. Pénz megvan. Anyádnél. Ülj ma az orrába, vagy valamit csinálj, Juni. Gyakran köpjük. Beköpjük a hátába. Bazd meg! Az szemembe is ment. Hogy köpsz te, Giulio? Láma vagyok. Azt a... Ezek mekkora túra. Terrorizálnak minket. Nem csak a túra nagy lehet. Nem tudom, láttátok mit írjak, vagy mondjam? Sajtem amúgy. Zsoltik össze 150-et! Neked meg a pofád, Lali. Nem sokáig. Jó, bocsánat. Tudom, te tele vagy. Igen, én tele vagyok, úgy beszél velem. De most miért kell bántani egymást állandóan? Keressük egy szállítmányt valahol a rakparton, hát csak én figyelek, az a baj. Hányszer elmed bír még el a rakpart? Ha nem tudod, felpapozlak passzal. Nem, Lali, tudod? Közöd amúgy? Megmondjuk, hogy tanítjuk vezetni.
Hát én nyomom a gázt, tudod? Te kukungoljál is el. Hát kukungol a kocsi. A rák megeszi ezt a telepont. Ez gatya. Hát ez lefullasztja még az automatát is. Jól van, nem kell parázni. Mi van? Ületetem bele a világítót. Hú, ezt mire gondolt a költő? A hajó nem lehet. Hát nem tudom, Lord Johnny, mi vagyok én? A szállítmány jön be, a hajó jön be, nem a lábán. Ott van sok kocsi, nincsen. Látom, csak nincsen. Jobbra, nem? A, ott a sok a autó, he. Ott előttünk, nézzük. Jön a szállítmányok, he. Ájlólájlólájl! Tererintererá, sájlólájlólájl! Tényleg a stop táblánál. Amúgy is megállok, mert nem megy sehova ez a szar. Figyelj, Medzsuni, te dohányzol itt, és meg se kínál senkit, te irigy geci. Olyan. Szomorodás egyek ki, azt a nagy lapát fejedet. Azt nem is tudtam, hogy ilyen... Andris, kösz az 50-et! Nagyon szépen kösz! Másik Andris az 50-et! Zsolt a 150-et! Kérlek, Johnny, akkor most átlépem. Szerintem ezt a visrű rendelték, hát. Kises, azt gondolom. Aha. Jó, akkor az a lényeg, hogy tudjátok, amit megbeszéltük. Valahogy lenyújjuk a szállítmányt, hát azt meg, hogy lenyújjuk valahogy, oda megyünk. De nem is beszéltünk meg senkit. Semmit. Hát, de hát azt mondtam nektek, hogy lopjuk el, azt utána elvisszük valahol, eldogjuk. Hogy egy Johnny, vagy mondjam el, befogod a pofádat, jó? Tényleg mi vágsz közben, te gyászkereszt? Jogod sincs beszélni. Oda megyünk csak, jó, és akkor... Kösz szépen, Krisz, az 50-et! Pentyelgünk, meg ilyenek is, akkor majd mivel két autó van, elvisszük mind a kettőt, az egyiket vagy vezetem én, a másikat meg... vezetem én, jó, akkor vezeted te, és akkor két személyes, úgy látom a cuccos, beszállunk, itt jön valaki, úgyhogy majd ilyen... Az lesz a jel, az lesz a jel, hogy bejönünk, hogy karaj! Tiszteletem, pöldök! Jó napot! Bocsánat, de pőport a víz, lássa! Így van, tudnának segíteni? Nem, de miért nem? Arrébb kell tolnunk ezt a szart. De arra arra Lali! Ja. Toljad akkor. Nincs kölcsön egy kis vízük, bocsánat. Itt van valami décsőves, nem tudom. Elnézést főnököm. Egy kis segítséget hadd kérjünk már, mert nem lássa, hogy bajba vagyunk. De látom. Akkor? Milyen úszni? Minek nézel engem, te passzopó? Ha? Minek nézel? Kishab leánynak? Há, köcsög gyerek? Mi ez a szemtelenség? Kezd fölmenni a cukrom. Na, mondtam, ne közelítsenek, pont ezt lájtjuk a pakolni. Micsoda? Menjenek innen. Nem közelítünk, pont most nem. Jó, nem csak elmondom más. Biztonságos helyre toljuk a gépjárművet. Értem, ez egy szállítmány, itt is hatalmas ember élek. Bármi, ha hozzáérnek egyet. De várom, egy milliómos vagyok. Így bennem, barátom, milliómos. Hogyha hozzáérnek a kocsikhoz, azzal meg kárnak, hosszos kezelikkel összefogósák, őket meg fognak ölni. Figyelj már, milyen kocsik. Azt egy fillére nincs, szerintem annak a milliómos. Hallott, figyelj már, nyál nem volt a szádba, míg bele nem köptünk. Dikasz most meg itt feszülsz itt a nagy golyóálló mellénybe. Azt a szádba jön golyóálló? Ha? A szánszó mondhattam volna, köcsög, Juni. Milyen lopott szöveg? Bújjál már. Hát beugrott a álljatok már meg, figyeljetek már, mert ezek itt most berágtak nagyon. Ja, most ja, mondta ja, a rádión. Igen, karaj lesz a jelszó akkor, és ha azt mondom, hogy karaj, akkor... De miért karaj? Az nagyon drága most, van vagy 3000 egy kiló. Van, mert nem nézik ki belőlünk, hogy van karajunk. Akkor legyen inkább az, hogy buzi. Legyen buzi. Sertés párizsi. Buzi az jobb. Ha azt hogy buzi, akkor bepattanunk a gépjárműbe, Juni te a második, én az elsőbe, Lali te vagy beülsz előre, vagy a másodikba. Nekem mindegy, vagy csak ne legyen kavalkán. Tudjátok, mit kéne mondani? Analfobékák. Jó van. Figyelj az csak. Igen. Hagyj feküdjek be. Te mit rúgsz, passzupó? Juni, állj le! Tényleg megy. Te nagyon kibat szemtelened be. Lali, nem, nem lehet így tolni. Jó, akkor toljon. Kösz szépen, Peti az 50-et! Kristóf a 100-at, nagyon szépen kösz! Betolta, hát, ment egy kicsit. Tolom! Nyomjad neki!
Hallod? Ez a betolás, ezt a Juni soha nem hallotta még szerintem. Igen? Elnézést, főnök! Nincs egy... Egy két liter vizük nincs sem. Mindjárt felmegyünk a hajóra és hozunk. Köszönjük szépen! Álljanak meg itt, ne menjenek a kocsik felébe, jó? Itt jó, megállunk? Adjanak majd 10-es kulcsot ennek a szardarabnak, ez úgyis nagy autószerelő, képzeljük. Lajosom! Ezen a vonalon megállnak, felmegyünk a hajóra. Egy pillanatra. Jó, oké, köszönjük. Mirim el arra, hogy Uzi. Uzi? Ne. Vagy de? Nem tudom. Buzi! Bocsánat! Menjél előre! Viszlát! Így ott szaladnak, Dika, melyük kigyullad mindjárt. Az mi van ebbe, hát? Honnan tudom, öreg? Menjél már! Megelőszik a két köcsögöt. Jó van, akkor mennyien nyomjad neki? Hát baszik, ez ennyit megy, Dik! Kicsit izgulok amúgy. Én is. Föl is átpélik. Föl át a passzom. Joker. Nem szokkodod meg az eperpejűt? Egyenesen öreg. Nem. Elnézés! Egyenesen Jézusom! Menjél öreg, hallod? Hát egyenesen megyek, Dik. Megint... Kétszer kellett észrevenni ezt. Jobbra, hát bazd meg, hát... Ez egy 3 millió tonna, Dik, hát időbe oda, szólj már. Oda menjünk, akkor fordulj meg. Fordulj hát mindjárt. Kellett, jönnek majd utánunk. Itt jön, hát. Ez az? Erre? Még jobbra, hát visszakor, akkor fordulj meg. Jó, de ez egy trükk, bazd meg. Érted? Erre? Még szerencsé, hogy van C-s jogsim, bazd meg. Most a jelölés után menjek? Nem, jobbra menjél. Hát arra van a jelölés, Dik. Itt meg majd, ne itt majd, megint egy jobbos, meg megint, azt akkor bemegyünk, jó jobbra. Igen, nagyon, én most parázom, egy kicsit öreg jobbra, ha. Ne féljél, Joker. Oda állj be hátra, jó, dugjuk el a gépet, azt majd... Ide? Itt balra, ha? Igen? Állj meg itt, állj meg. Itt nem látok minket. Itt megállok-e? Jött valami biciklis buzi utánunk. Most ebben mi van, ha ebbe a kamionba? Csak meg kéne nézni. Hogyha ugatnak a kutyák, vegyél már egy szubot, Kristóf! Üssétek ki a passzomba! Hát, figyelj csak ide, buzi gyerek! Gyerünk, Judy! Üss ki a gecibe! Hol a késem? Állj le, mondom, állj le! Nem merem, bazd meg, mert... Rák ki ezt a gyomrodat! Állj meg! Állj le! Visszapofázat, hallottad? Bazd meg! Megint belevittél ruszba! Juni! A kurva nyáda! Igen? Most készült egy ilyen film róla, hát. A Gandalf? Gyűrűk ura? Akkor meg ki? Ha? Ilyen, hogyha embetűs ilyen... platformokon. Milyen platformokon? N betűs. A Nutflixen? Igen. Tényleg kéne csinálni egy olyat, hogy Nutflix és pornó lenne rajta. Há, Nutflix. Megcsinálj körül, már gazdag vagyok. Gyerünk. Most én már gazdag vagyok. Te ez, most nézem, ez román kamion, há. Ez nem román. Hát... Öreg, ez lehet, hogy baj, nem? Mi? Micsoda? Belenézek, mi van benne, jó? Mi baj, bazd meg? Öreg, szerintem ez nem volt jó ötlet. Menjünk már innen a geszibe, itt jönnek itt az emberek. Kezeket föl! Kezeket föl! Na, most mi történik, Jézusom?
ide a szállítmány. Itt most akkor az lesz, hogy... Kés, tegye le. Melyik szállítmány, bocsánat? Hát amit elloptam. Én figyelj, csak én... Önök nem ellopták? Ő volt... Nem, ezt itt találtuk, ezt a teherautót. Ez a fiatalember szállt ki belőle, aki ott van, ne bocsánat. Ez volt. Ez a fiatalember. Így van. Ez volt. Rendőrök, mindenki rendőrök. Kristóf, kösz szépen a szubat, kösz mindenkinek. Gyere már, öreg rendőrök, zsarok! Pász meg, ennyi erőszakot. Közben Joker hangját visszahallani valakit ő. Hogy megy a nagy impózás. Úgyhogy kiderült, hogy itt egy szervezet. Minden rendben, Joker? Hát de bazd meg! Itt hogy megyünk ki? Erőből. Gyalog. Balra menjél, hát balra! Harapja szarva! Nagyon jó! Ehoho! Sziasztok, buzik! Minek jössz át? Hol mész? Juni? Popámról leég a bőre maradék? Hajtóbadászat? Mindig az van. Kiálljak a két kamion közé, mint a bandám, azt a tükrökön spárgázok egyen. Keci. Lehet üres. Na, ez mi van akkor? Imare! Cinematikus nézetekbe! Szabad vagyok, kedvesem! Hallod, Joker? Igen, öreg mondja. Figyelj, csak mostantól át fogom magam keresztelni. Jó, hát. Igen, de nem férünk be most nézel. A tonyásos vandám leszek. És kéne egy spárgát csinálni tényleg, hogy ott visszapillantókról. Igen, érted? Pont akartam, hogy összeáll a két kamion. Így van, így van. Hogyne. Ú, az mekkora reklám, de ezt már nem előtte valaki? Ja nem. Hát nem. Az amatőrök. Amatőrök, bazd meg. Ez reklám? Milyen ízű? Hova kéne menni? Hába befér? Ide befér. Jobbra menjek, vagy balra? Hát mert faszom tudja, balra menjél. Nézd meg a hülye Johnny! Vagy jobbra. Féklápa a kurva anyad! Jobbra vagy balra? Befére? Szerinted öreg, látsz táblát? Én nem. Nem is látok semmit, nincs rajtam a szemüveg. Hát ez nem fog beférni. Nem. Vissza, Judy, vissza! Betolassak itt, menj oda be, azt nézzük már, mert mi van ebbe a gecibe. Ide? Jó van. Hát, de Judy, hova megy most ez az idióta? Ez egy bond geci. Tényleg az, hát? Ez tényleg az. A tegnap árnyékában élek. Ragyog rám a nap. Azt mi van ebbedig? Ki bírod nyitni? Látod, mi van benne? Joker. Hát nézem, próbálom felnyitni. Na, tetszek? Hát ezt így nem mondanám, geci. Mit tesz szar ruhába? Érted? Tessék, akkor szíte. Adj már egy cigit, van. Hát most adtam. Ha nem adtál. Lesz adok érte neked izét. Őrködök addig? Rendben, Lali. Nagyon jó őrködő vagy. Igazi őrködő. Még csak. Köszönöm, Juni, köszönöm. Mondtam. Hadd szia, men. Lesz meg YouTube-n a kommentet. Milyen Darius? Milyen komment? Pornó? Na mi a geci van? Mi van benne, Joker, tudod? Aha, azt nézem. És pénz? Kurvák?
Hát itt van baj, itt van, van szajni. Mi az? Hogy kell belenézni? Mi a kereket nézed? Ez lapos-e? Hát ja, elmondom, mi van benne. Sex. Na. Van benne drog, és ember energy drink. És mennyi drog? Nagyon sok. És mennyi ember energy drink? Nagyon sok. Akkor valahol ki kéne pakolnunk ezt belőled, Dick. Azt elvinni a házunkba. Figyelj csak, van egy ötletem. Mi lenne, hogyha nem... Gergő, kösz az ötvenet, Darius az ötvenet. ...hanem lerakjuk valahova ezt a kocsit. Érted? Aztán elül a por, ott hagyjuk, visszamegyünk érte, és elposzoljuk. Mert most keresni fognak minket, tudkó, azok a fegyveresek. Hát gyerünk, akkor hova menjünk? Hát hova kéne eldugni a szállítmányt? Kéne a pusztába valahol, hát. Lajos! Az már tele van. Jövök. És ha valamit én az arcodra lövök, akkor mi van? Jól őrködtem. Nagyon jó volt. Egy 5 pontból a mai örködésedre 3-at adnék. Kicsit kemény volt a járásod, és azt gondolom, hogy nem saját cipőben voltál, hanem az enyémben. Köszönöm, öreg. Tehát egy 3 pontot. Ez teljesen jó. Ez probléma. Jó napot! Marad, jönnek már ezek a gyászok. Lajoska, van fegyvered, vagy szarral fogsz dobálózni? Jó napot, tiszteletem! Jó, van, ülj le magadnak, elfogyott, bocsánat! Hát még ne lőjjen! Bocsánat, elnézést! Bocsánat, elnézést, pont beférünk! Lali? Igen? Tudod, hogy hány eper kell egy tortára? Bocsánat. Hát attól függ, milyen a torta. Hát úgyhogy milyen? Milyen torta? Csoki torta. Csoki. Igen? Hány torta kell egy eperre? Torta. Csoki. Milyen ízű? Öreg ész. Szerintem diszlexiás vagyok. Szerintem te... Nem értem a szagot. Figyelj csak! Szerintem te tripperes vagy. Mert egyik lábad rövidebb, mint a diszlexiásoknak. Érted? Igen? Igen, ezt figyeltem meg. Az kankó? Így van. Kankós vagy. Gyermekbénulásod van. Deréktól lefele. Igen, megfigyeltem. Mert a nyakad is meg van nyúlva, mint a gitárhúr. Érted? Jaj, ne, ezt nem hiszem el. Meg azt is láttam, hogy... hogy mondjam ezt, neked... fülcimpa süllyedésed van. Érted? Az milyen? Meg agyperdülésed. Meg szomorodjál meg. Érted? Köcsög gyerek. Te meg fog szomorodni, passzopó. Azt mondtam, világos? Utcájba kúrlak, hogy kitagad az anyád. Elnézést! Tudnál erre valamit mondani? Sziasztok! Zsebre raktam, ez egy kempingkamion. Olyan, mint a bicikli. Összehajtom és elrakom. Ne állj be! Johnny, mint bámulsz, faszopó? Megmondtam, hogy ne nézzél rám. Nem engedem meg. Miért bántod a Jokert? Miért bántod? Ha? Hát mi? Terhes vagy? Ki az apja? Lali? Nem az a lényeg, miért szerinted, hogy a kurva anyád mit verekszed? Nem, hogy igen, mit kell így beszélni egymással? Ha? Állj le, Johnny! Vietnámban nevelkedtek. Jó, addig az hol? A kutya holba verém arcú? Ha? Gyapott földön? Tényleg a bot voltam. Na, figyeljetek ide, sétálunk.
Így van, sétabint van. A túrázás az mindig egy nagyon jó. Juni, egy cigarettában meg kell kínálni mindenkit. Megint magán, magadnak szívod a cigarettákat. Érted? Hát igen. Állandóan... Játszod a picsádat, bazd meg. Hogy tele vagy pénzzel, azt így fúrhalod a cigit. Lajos, te nem dohányzol? Én most nem dohányzom, én leszoktam. A kurva anyádat azt mondtam, dohányzol, világos? Dohányzol! Jó, de nincs nálam cigi. Giulio megkínál. Érted, mert rendes gyerek. Kérsz cigarettát? Én? Nagyon nem. Vagy igen. Van? Hát nincs. De megkínáltalak. Ja, hát ez igaz. Ez igaz. Ezt már nem lehet fölrólni. Hát gyere ide. Ne vagy tartom, baszla. Srácok, azt gondolom, hogy a megosztás az több, mint nagyon pontos. Köszönöm. És a szub is. Hopp, gyere! Krisztián, kösz a 68-at. 2 euróba került a komment. Azt a kurva! Ja, van ilyen izé a YouTube-ban. Aha. Nagyon nagy király vagy, és kösz szépen. Köszönöm. Lali, vegyél már... Diki, ez mi az, hát? Mi? Dika Csita, mi van veled, majom geci? Állj le, mi van? Csita geci! Te, normális vagy, a dzsungelben vagyunk? Jaj, te hova ütsz, Dik? A kurva anyád. Megöltél egy majmut. Krokodil Dandy vagyok, az őserdő nebelt föl. Agyász megveri. Nézzel, volt nála valami? Hát nézzem már. Egy banán. Egy majom geci. Ármin, kösz szépen! A 3000 csillag volt! 3000 millió csillag! Nagyon szépen kösz! Köszi szépen, nagyon nagy király vagy, Ármin! Ez hogy jött ide ez a majom, Di? Honnan? Egy áras, ez meg is döglött. Ezzel lehet, hogy egy pakolymán ki volt. Hát csúcson lett patni. Hát baszik, nem gecizek, érted? Ütök volt, mint a lórúg. Csak mondom. Vigyázni kell a mai világban egyébként, sok majom jár az úton. Az igaz. Csuni, azt nem is köszönti... Figyelj csak, nem is köszönti a rokonodnak, há? Hát nem, mert le is ütötted egyből, nem is tudtad. Hát bazeg, legalább egy üdvözlés vagy valamit. Hát de rá nekem érted? Egyből. Hát bazeg, most mit sajnálod? Anyád volt? Ez így lehet az anyád volt, akit kiütött. Nem, ez a te anyád volt, az ilyen szőrös. Jó, ez betalált mondjuk, figyelj csak ide. Joker, ennyibe hagyod? Én miért? Hát az ő anyja volt, hát nézzél már rám meg rá. Csuni. Nagyon szúr az oldal a megyém már föl. Öregségemre? Igen. És izé van. Bokasüllyedésem. Éhel, láttátok a felhívást, hát? Miért? Miért? Teleponon? Tisztelt lakosság, eltűnt az állatkertből egy... Majd vigyázzanak, mert támad. Köszönöm, a rendőrség írt, aki hát. Ír vissza, hogy ne aggódjanak, már lerendezte az öreg. Norvi, kösz szépen a 3 hónapot! Tettek, hogy védett állatról van szó. Hát megbíttük. Baja esik. Igen, akkor mi lesz? Büntetés. Hát de nem, mondjad, Lali, semmi nem történt. Hát csak egy nyugtató, izé, bajobb kombót vertem rádi. Főhabosodott egyből a szája neki. Ez mi van akkor? Ez, Lali, te mit csinálsz? Csak tweetelek. Figyelj csak, Lali, te is akarsz úgy járni, mint a majom? Megoldjuk. Megoldjuk okosba, baszok rád egyet, olyat, hogy szíved leszakad. Az az ötletem támadt, viccanáltak hozzá, hogy még hazaig sétálunk, elmond mindenki. Vagy vicceljük, vicceket mesélünk egymást. Ki van a slicced? Jó, az jó volt, haha. Na, nagyon jó. Haha, funny. Jó, akkor ha. Lajos, kezdje el viccel, tessék. Akkor karvaj vicceket kell mondani, jó? Minden témakörbe. Kezdjük a karvaj viccekkel, vagy a színes bőrűs vicceket nyomjuk, vagy esetleg beteg gyerekeket. Figyelj már, veletek jöttem, hogy csávó. Menjen csávó. Hát valaki azt hiszi, azt kérdez, hogy tám felújjazta a majmot, elnézést. Mondjad neki, meg is basszuk. Úgy meg basszuk a majmot, hogy ketté szakadt, mondjad neki. Gátszakadása volt csurónak. Mondjad, alápeszítettem azt, az égig énekelte magát. Tényleg amúgy megbasszátok egy majmot? Ha majom lennék? Nem. Mondjuk egy
$1,000,000. De őszintén, most komolyan kérdezem. Ez 300 millió... Azt tudjátok, hogy hogy hívják az arab fogorvos? Igen? Blend Ahmed. Értem. Igen? Ötből négy, érted, Lani? Ez ötből négy. De figyelj csak, te most megnyitottad a telefonod. Megnyitottad, azt azon nézed, a Google-ben rákerestét a gyász. Hát hogy ne? Istenem. Mi van? Fizetnek a majomé, vagy fizetnek mi van? Fizetnek a majomé, most nézem. Mennyit? Mennyit, ja. Tájj már meg, Kuan, vedd már föl hátadra. Én? Hát valaki. Ki jó erőben van. Nekem meg beújult. Lali, te vagy a legfiatalabb. Fiatal, erős ember vagy. Gyere öreg, he. Várjál. De nem engem a majmot. Hát mindegy. Ja. Ez az, Lali, menjél. Sekerd alá. Megyek érte. De akkor engem tegyél le, bazd meg. Mert megütlek. Köszönöm. Igen? Öreg, jó vagy se? Milyen? Nekem olyan furán mész. Ja nem? Álljál le. De most én nem megyek oda, visszaüt megvárolok titeket a passzomba. De miért hozzuk a majd? Hát dehogy nem, de hát én már nem bírom. Kifizettem zsebből én a viszkit, a pálinkát. Engem játszani. Igen? Gyere már. Mi van? $100,000 veszik át a bajba? Vagy mi van? Gyere csak. Na. Gyere, igen? Lali, egy verseny, he! Már vigyél, Lali, gyerünk! Gyere, Lali! De nagy bédák vagytok, Dig! Jó, van, hát nézd! Nyomjad neki, Judy! De hova ütsz? Hova ütsz, buzi gyerek? A kurva anyádat! Gyerünk, menj oda közel! Menjél már, Judy! Gyere! A rák kiesz a gyomrotokat, csaló geci! Menjél, menjél, menjél! Jó, meg vagyunk, nyertünk! Nem, 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 nem,
fogok. Hát én te tudsz letenni, te hülye gyerek. Na. Hely, ne a majom fel kell, azt agybérzése lesz. Ráharap a gyíkodra. Egyébként nagy betegségeket terjesztedek. Hát a majom himlő ilyene. Így van, két oldali izét. Álmunk van egy hát. Ez mi az a repülő hang, hát? Nézd meg, teli hold van. Látod, Dali? Tényleg? Úgy tele van a hold, mint a passzom. Veled. Érted? És ha nem viselkedsz, kitaposom a veled. Bőveszi... Bocsánat. Ott a kamion, hát. Amúgy. Igen, hát oda parkoltuk le, öreg. Hát mi van? Öreg, lehet, hogy... Igen? Van zseblámpa valakiné? Van zseblámpától? Nincs. Sanyak, össze százat! Hát miben világítol? Látszik le, a vakuzi. Telefonnal, vakuzi. Be is szarok mindjárt. Lali, nem mered izé a seggébe benyomni a... Világítok neked, Lali. Tényleg, Lali. Benyomod neki? Jön bele? Na, tudd már be. Hát be. Várjál, Lali, várjál. De minek köpöd be? Visszaper közt a század? Na, hát... Ej, kéle, lé, lé, lé. Na, benyúlsz neki, Lali? Várjál. Nyomjad, széthúzom a lyukát. Belenyúlok, he. Milyen érzés, Lali? Édik! Azt a hell! Megszavolod, he. Mi az meleg? SMS-e jött neki, Dick. Világ össze 300-at. Christopher a 100-at. Várjál. Világítsál már, Juni. Várjál már. Legyél már szíves. Valamit érzek itt. Mi? Várjál, csak beljebb kell nyúlni, hát. Mi
Megvan neki? Ekelelelelele! Mi ez, he? Ez úgy néz ki, mint egy ceruza elem, he? Igen, meg van dagadva? Hát egy kicsit. Hát lehet, hogy... Hogy nézzem? Nem az, Kali. Menjél mélyebbre. Mi ez? Kis puja majom, Dick? Ki szedted? Ebben van egy puja majom. A segélyben? Felszóló. Gábor, kösz az 50-et. Sportszelet majomból. Na mi lesz? Fölkapjuk, visszük, vagy mi a geci? Csak be kéne vinni, nem? Hát de kéne egy kocsi. Hát van az emberes, ott van, hát itt tudunk benne menni, de akkor... A kamionnal? Hát, igen, messze van innen a garázs? Már is nézem neked, várjál telefonomon. Hát nagyon messze van. Hát, hey, nem azért... Halljátok ezt, he? Mit? Várjál? Valahol üvölt a parkas, Dick. Csöndbe, öreg, csöndbe. Itt a ikapó. A kurva gyávat, há! Te normális vagy, Loli? Hát ezt be is szartál szerintem, mert nyelestől jött ki. Valaki fételt a Juni, há? Hogy Buzi, Loli. De mi ez? Isten, geci. De most miért kell? Jó, Loli, nyadd már meg az ujjat, há? Sós? Vagy milyen nézzük? Tényleg, milyen nézze van a... Mesvéd már meg. Milyen nézze van? Új. Milyen? Mint a csirkemáj? Ja. Olyan, mint a csirkehús, hát. Olyan? Csirke íze van. El kell menni egy kocsi ilyen, hát. Kibállalja ezt a nagyfutást, Lali? De öreg, figyelj már, nem? Igen? Fogjuk meg a majmot, azt menjünk, gyalog, nem? Hát az is jó, fogjad. Hát nem, úgyis oda kell menni. Lali? Valaki vegye már fő. Hogy fogod? Ti már közelebbi viszonyban vagytok. Gyere vissza, Lali. Jó napot kívánok, biztos úr! Tiszteletem! Talán megtalálták a majmot. Így van, megtaláltuk. Hát ebbe az állapotba, de biztonságban vigyázzunk rá. És jutalmak fejében történt ez. Reméljük, hogy meghálálja nekünk az állam és a rendőrkapitányság ezeket a hősies állampolgári tetteket. Tiszteletem! Jó, többet rendben. Is, rendben. Majdnem kiszáradtunk, itt éhezünk, szomjazunk már órák óta. Van az autóban. Az nagyon jó lenne. Kérünk szépen, köszönjük. Kiveszem, és akkor odadom, hogy nem egyszer a... Itt a kollega itt mély behatását a majomra melegen tartotta, mert pújt a lyukán keresztül, mint a lupit. Igen, mert eresztett. Így van. Eresztett. Köszönöm szépen. Tizedes úr. Köszönöm. Mit fognak a majommal csinálni? Mert basszák. Visszük az állatkertbe. Jó, hagyd kérdezzem meg maguk, mit tesznek a nőké? Nők napja van nem sokára, mit tesznek a nőké? Semmit? Bocsánat, nem hallottam. Mondom, mit tesznek a nőké, mert hamarosan nőnap van. Hát, nőnap. Igen. Hát azért nem most van. Hát de nem sokára, készülni kell előre. Készülünk. Hát, mi is teszünk, kértük. Aha. Mi megbasszuk őket. Érti este. Közben is. Folyamatosan. Virágot, a virágra faszomat a finál. Nagyon szép volt, Zsuni. Nagyon szép volt. Hogy mondhatsz ilyet egyébként egy tizedesnek? Egy zászlós helyet fosni. Bocsánat, vezérezredes vagyok. Én is 10 000-es. Az öreg ott meg 100 000-es. 100 és fél, most már. Ja, 100 és fél, ma. Mert kinevezés sem. Így van. Nem benevezés. Na főnököm, akkor most mi lesz? Megkapjuk a jussot, vagy mi lesz? Persze. Mi ez? Utalhatok? A majom nem úgy fekszik itt, mint akit álba vertek, nem? Nem verték meg. Meg akit megújasztak. Igen. Bocsánat, Lajos, intézed, te vagy a könyvbelő. 97. Oszva 3-mal, azt szemezhetsz egyet a káromban. 97. Menj a jutalom egyébként. 97 is jó. 94. 97. 90.
90. Elnézést, Lajos, hadd kérdezem már neked, hogy a jobb kezeded, az ujjad, az miért szaros? Biztos úr, lássa ezt? A jobban mellve, aki tágulva jutott. Miért kapta szaros? Az összeget. Köszönöm, köszönöm. Csak $1000. $1000? Az volt a jutalom? Ezer. Menjetek már a faszomba. Egy picit több volt. Jó, nézze meg jobban. Jó, megnézem. Mennyi volt, biztos úr, mondjam el, mert itt úgy látom, hogy itt matematikában gyengék az urak. 100 000 volt? Hát az ezresnek kicsit több nulla volt a végén. De mennyi pontosan? Hát úgy látom, ez egy vezérezredes, amit én kaptam. Köszönjük. Most ugye... Egy millió volt az váltság. Millió? Nem, aha. Sajti, bocsánat. Hát az is lehet. Azért megtaláljuk. Köszönjük. Jóra vezető, hogy négyet szerettem annak. Köszönjük főre. Mi már így találtunk rá. Azt mondja már meg nekem, hogy ennek a majomnak a segge miért akkora, mint egy ólajtó? A nyomha vezetői díj? Az egy millió dollár? Én ahhoz nem értek. Elnézést, főnök. Egy millió dollár? Igen. Egy millió, billió, quadrillió dollár? Gyere ide, picén! Nem kér egy narancsot, főnök? Ott maga, ott hátul. Egy picit. De van nálam Fanta, narancsos. Milyen néző ez a Fanta? Bocsánat, tudja maga ott hátul, elnézést? Én tudom. Ah, ez vaníliás, a kólás, ez egy ilyen espresszó. Új verzió. Kólás, narancsos, ja. Fanta. Ah. Értem. NDK-s ízek van. Köszönjük szépen akkor, és a viszontlátásra. Esetleg a hazajutásban tudnának segíteni? Mert... Már meg vagyunk az autóval. Hogy érted, hogy meg... Ketten vannak. Arra tudnak elindulni gyalog. De nem. Ez nagy segítség. Figyeljen már ide, bocsánat, hova mennek? Sértünk. Én is arra oda megyünk pont. Arra megyünk mi is. Így van. Ne menjenek, mert a hegy, ott van a két kamion, amit elloptunk az előbb a... Hogy mit csináltak? Hát miért? Tehát be van baszva ez az albán geci. Figyelj csak, Lali, gyere bele. Gyere csak, Lali. Viszlát, viszlát. Viszontlátásra, gyertek már egy kicsit. Nézzétek már, milyen szép madarak vannak ott. A passzomat belenyomom a Laliba most már. Elkezdett lábolódni. Hát komolyan geci. Pusztulat megeszi. Akkor nincs más, rakjuk arrébb a kamion, mert Lali most bubukkodott. Lajos Séken Expresszó. Öreg? Igen? Na? Figyelj csak, nincs más választás. Melyik az? Vigyük arrébb a kamion. Vigyük arrébb a kamion, mert a Lali bazd meg beköpött minket. A kurva anyádé popázol annyit, te csöves! Te hülye vagy, bazd meg! Lali, mi a geci van az agyaddal? Öreg. Jó van, szobd le. Szemed is befog, lyukad is. Ez a majom, ez Shaken Expresso-s volt egyébként? Ez egy fekete csokoládé Shaken Expresso volt. 10-es, 10 per 10. Szerintem is. Fullosan mentem a bálba. Ájri tararara, ájri tararara. Üzs le! Vaj, olyan egy... Kristóf, te egy olyan vagy? Joker, mindjárt jövök. Hova mi? Magamba fordulok egy másodpercre. Srácok, egy pillanat és jövök! Muszáj egy másodpercre kiszaladnom, mert hánynom kell, mert bulimiás vagyok Megan. És ezért. Sezért. Nem hallom, mert nagyon hordít a zene! Ja, jó. Itt ne szállni, megköszönöm. Ja, központizál beragadt, az a probléma, tudja? Értem, jó lenne, kicsit.
hát nem tudom, de képzelj el, az utolsó mondata az volt, hogy hol a fiam, aztán kimondta az elnézést. Elnézést, már itt is vagyok, jól lehet, hogy már nem bocsánat. És már itt is vagyok, szia. Igen. Szia. Szia, jó napot, szia. Mi történik itt, bazd meg? Igen, még valami? Elnéz, Jézusom, mi történt itt, bocsánat? Tisztelet. Hát hol igen, öreg. Elnézést? Igen? Tudja mi az elnézést? Szabad egy mellnézést? Nem, a kecske szarvas. Öreg, történt egy kis malőr, lebuktunk, rájöttek, hogy a Lali beújaszta a majmot. Nem bírunk kiszállni, beszorult az ajtó pöldök. Ez a nagy helyzet. Nem bírok. Mozgássérült vagyok. Kiderült, hogy a majom, akit beújasztál, a csávó anyja, aki az öreg akkor segíteni. Mondtam, ez egy nagyon, nagyon fontos táli. Mi? Meg amatőr. Tehát, el tudják képzelni ezt egy ilyen. Mi a passzval? Nem bírok kiszállni a múlt. Ja igen, persze, tudtuk mi ezt. Mi csak... Ez csak egy teszt volt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy figyeljenek-e. Na, mi most nem átmentek a vizsgát. Nem bírok kiszállni, pöldök. Nem bírok kiszállni. Átmentek a vizsgát. Gratulálunk. Én ma repény rúd a kezembe. Kérhetem, hogy álljon arrébb, legyen szíves. Én. Köszönöm. Beszorultam. Charlie, majom a családban, mi geci? Tényleg amúgy mi sorozat volt az annak idején? Őrhárt, köszi per az egy dudót! Nagyon passza. Köszönöm szépen. Ez egy fényrúd. Értem a fényrúdat. Álljon oda ahhoz a kocsit. Ehő. Legyen szíves. Sár, jó, becsáll. Srácok, nézzétek el a szállítani. Öregem fegyver. Igen. El is rakom a fegyver. Vágd már le a köteg előttük. Már előveszem a kést. Ja. Csera. Mondom, megnézem itt a rést, mert úgy látom, hogy itt ez már... Rahad. Rahad a kis. Ez már itt... Ne fog rá. Lakatolásra szorul. Bocs. Olcsó, megcsináljuk maguknak. Ha elnézik itt ezt a kis problémát. Na, nézzük át a kocsit. Kilé volt be? Súnyiba. Ott vagyok, elvágom a izé. Nekem is van, Judy, he! Lali! Szia! Szállj át a kúszmába, Lali! Na, ülj már be! Elnézés! Bocsánat! Passzopók! Hárman meghaltak, négyen könnyen megsérültek egy löbéstől. Íh, de bagányó néz ki ez a GMC. Íh, hogy megyen ez, Dick? Ez aprit. Szegény Charlie majom a családban, Lali megújjaszta, hát. Szeszt az én már? Ez már karrier, Lali, ez már följebb jutás, fiam. Ezeket a hülye passzokat, köszönöm, öreg, köszönöm. Oda lett a sok izé, a gazdagság, meg minden. Jaj, a kábítószer. Azt hiszed, amúgy azt hiszitek. Jaj, bocsánat. Mert milyen? Hát azért akadt itt még a tarsolyba egy-két dolog, amit sikerült kipacintanom a gépjárnak. Jaj, bazd meg. Bocsánat. Mert miért ne? Miért ne? Miért ne? Ki a passzom vagy? És akkor mi van? Majdnem kanállal, levesétel, meg ilyenek? Paszpej. Most a kezembe ragadt ez a szar. Mondja, én úgy érzem magam most sem, mint az Obi-Wan Kenobi a fényrúdda a kezembe. Érted? Mindjárt jön a... Na... Mi van nála, Joker? Hát, beakadt egy kis ecstasy. Heroinocska, de jó nagy tételszámba el kéne pattintani, érted? Mondjuk egy kicsit probléma ez, mert lehet keresni fogják, de majd a Lallerra ráfogjuk, hogy bármint Lali, érted, barátok vagyunk, tudod, nem köpnélek be soha. Ja, persze. De Béti, barátok vagytok, bocsánat. Hát miért, nem vagyunk haza? Hát nem tudom, te meg a Lali kapcsolatát nem ismerem. Kértek egy jó kis cuccot, adok neked. Igen, igen. Hát én most nem drogozok, köszönöm. Dehogy nem. Hopp,
valaki. Mondom, hogy nem. Igen, tized, he. Így van, így van. Johnny, te akarod majdnem a repetádért? Hát, itt pofátlan. Semmi drogozás nincsen most. Nem, jó, azért odaadom, hogy csak tart meg. Köszönöm. Micsoda? Á, most lejövőben vagyok, bazd meg. Rácsúsztam itt most nagyon. Tessék, öreged meg a kereszt. Hát ez a te kaját, te beréb, geci. Te Gyuri, te neked... Álljál le, bazd meg! Álljál, kutya kajába dobálózó! Kinek hiszed magad? Ha? Csöves, geci. Te nagyon kibad szemtelenedbe. Hopp! Pak, pak! Kérsz még kis buzi? Á, ülj már le magadnak. Hopp! Pak, pak! Na, kell még? Ide hallom. Mit? Baszom az anyádat? Ezt nincs mit szégyelni. Já, most majdnem kaptál egyet. Addikám, mi miről beszélsz el? Ezzel a lappal elpofoznak. Pak! Ezt hova ütöd a lebegőd, Dick? Itt vagyok. Hát nem akartam meg, hogy nagyon sérvet kapjál. Te még egyszer egy kutyakajázóan probléma lesz. De most Kobold nekem. Geci. Hát neked, hát. Velem te így nem beszélsz. Én ajánlom bele, többet nem játszom. Te hol vagy gazdag? Puszolj már innen. Kutya nem húgyozz le. Annyi pénzed van. Csöbes. Igen, tele vagyok pénzzel. Pénzzel tele teszem magam, tudod? Na. Figyeljetek ide! Akkor vezetek én. A vezess én. A Johnny fejére karácsony van dísz. Most haza. Most hazamegyünk. Mi ez, hogy lép, he? Vigyázzál, Johnny, mert megharap. Hombágyamban. Nektek nincsen? Geci. More. Ez nagyon rosszul esett, Johnny, hogy ilyen egy hülye vagy. Ne is haragudjál meg. Dogi Andi aláírás lett, Loli? Vagy még mindig nincs meg? Amit ígértél nekem. Folyamatban van, folyamat. Mert megmondtam, hogy legyen beszerezve. Persze, meg lesz, persze. Jaj, itt van egy százas a pöldön. Azt most mit csinálni? Féltek, meg kéne passzolni majd ezt a sok cuccat, ne? Tudsz rám belakint? Gyerünk akkor. Azt tudja, menjünk, üljünk be egy másik autóba, azt akkor zsa, jó? De hozok egyet akkor én. Akkor négy személyeset hozzá, hogy beférjünk. Öröpöpöröpöpöröp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 ö
Várjál már, ebbe főport a víz! Hát még a kereke is, Lukas. Hozok másikat. Nem tudom, van ilyen 1002-es Lada is. Ezt nem tudom kivenni. Ám nem, de ez már megyen legalább. Az vagy te egy hidrotőke. Szereljük meg. Menjünk akkor, ja, szereljük meg, aztán menjünk. Lehet le kéne cserélni. Mire? Egy izére? Egy Dodge Challengerre? Ám mondjuk a szar. Nem, nem. Hol a garázs? Az jó. Mert BKV buszra mehet, ahol vagy szokva. Nem, nem, én a sárga négy betűvel. A legnagyobb a szája, aki busszal utazik. Sárga négy betű az urak azzal járnak. Igen, azt itt akarsz. Ez a, itt hát ez egy garázs, nem? Vagy nem garázs? Nem tudom. Hát az, itt garázs ez, nem? Hát ez garázs? Nem így lefoglalt kocsik van. Nem tudom, hát. Jó, szálljunk ki, legyünk szívesek? Ez garázs. Akkor... De melyik ez? Vagy ez? Aha. Jó, kiveszem a bagányt, oké? Okay? Négy személyes? Te, ez a templomba járó somszóba vigyázni. Cipőt csapd össze, mielőtt beszállsz. Ajtó sincsen. Jó van, már minek az ajtó, buzi gyerek. Megint ki vagy akadva ilyen apró részleteken. Hát meg tele vagyok a szavén. Na, merre kell menni? Na, okosan, okosan azzal a szarral, te csöves. Hát, na, akkor hova menjünk,
elpasszolni a cuccot, vagy most még szerelünk? Nem szerelünk, hát hova menjünk? Tudsz valamit? Hát nézzünk embereket, ha. Azt a buzit megkérdezhet, itt a banknál, ott áll valami. Öreg, várjál már, menjünk már egy kicsit félre. Mindannyian? Arrébb, aha, kocsival, mert... Igen, azt hittem, hogy izé. Akkor jöttünk el a kamionoktól. Igen. Igen! Várjál már ott egy... Láttam egy trükköt, öreg. Milyen trükköt? Megcsináltam most a trükköt, amit online láttam az interneten. Igen? Hát, hogy mikor menekültünk, én kivettem a nyomkövetőt a kamionokból, és zsebre vágtam. Na ne hazudjál. Meg a GPS-t is, igen. Na akkor gyerünk, akkor nézzük meg. Amivel mi mentünk, abból kivettem. Itt van nálam, megnézed? Jó napot, tisztele! Jó napot kívánok! Álljanak meg! Én megállok, ha meg vagyok állva, Dick. Ezt a passzopóllal indik. Vigyázzatok, mert most úgy meg fogunk gyorsulni. Na muta! Nyomjad neki, öreg! Álljon félre! Nem bírunk! Jó napot! Padlóz már le! Padlózom! Ez baj! Hoppá! Mi kell? Nem, ez nem áll be! Valaki odarra tolja a kocsi? Figyelj csak! Megjött a papa maci! Újra támad! Elkenyi most a szádat. Nem fogjátok kilőni őt egyébként? Semmi fegyver. Figyelj csak, van két golyó, megpróbálom, jó? Nekem hajrá! Kell, meg Joker, nem vagy éhes? Direkt, direkt, semmi gond, direkt volt. Itt tartunk most. Nem vagytok éhesek? Milyen? Van kolbasz, meg két tojás. Azt mondod, anyádnak örülni fog neki. Ez zsákos, zsákos. Frodo? Ez Frodo? Elnézést! Ilyen! Normális az ilyen? Na most mondd meg. Normális. Hello, atya, csel mindenkinek. Templomba járós tagadja. Figyelj, öreg, ne erre, ne erre, ne erre. Há, merre? Ugorj le. Jobb, minden. Figyelj csak, Juni. Akkor bal. Az jobb. Ezzel lefoglalkozni. Én nem tudom, melyik a bal kezem, há. Nincs előidőd a karóra? Nem akarják megadni magukat? Nincs kedvünk ma! Várj, terhes vagyok! Százas van, vagy bőrök, vagy 90? Ebbe ezres! Hajrá! Hajrá, Judy! Hú, ez meleg volt, öreg! Bazzeg, a szar kiesett a kocsiból! Láttad, nem? Majdnem izé keresztbe elvittek! Nem láttam! Most? Nyarod a postnál? Mehet? Menjen, menjen, he! Húzodjon le? Nem, meg. Itt megálltam. Ez volt a nagy trükk. Jó napot, miben segíthetjük, uraim? Tiszteletem. Jó napot kibálok. Micsodát? Drog? Ne bassza már. Hát... Ne felejtsék el, hogy mindkettőjük a fegyver van tartva. Illetve az egyik barát, nem... most is fegyver van tartva a bank mögött. Elnézést! Összekebernek valakivel. Éppen első áldozásra vinném az unokámat, aki ott van. Úgy hívják, hogy Tercius, Tarhonyás Tercius Tamás. És így van. Ez vagyok én, jó napot! Így van. Az unokámat viszem az első áldozásra. Remélem, hogy soha többet nem szállt. Én is. Haverottal elvettük a cuccot. Nincsenek ha... Meg... Miért kell megverekedni egyből? Ilyen agresszív férfi maga? Bocsánat. Nézzük ki, mint egy... segélyszolgálat? Vagy... Mint egy segszolgálat. Úgy néz ki. Azt most bocsánat. Nem rosszból első áldozni megy az unokáihoz ilyen leszakadt ruhába. Na figyeljen ide! Másodáldozó. Figyeljen ide! Így van! Másodáldozik most. Pótvizsgára megy. Nem tudta, hogy mikor szögelték fel az öreget. Ennyi. Micsoda? Sőt, többet nem akarjuk látni. Remélem, nem találkozunk többet. Én is. Na figyelj, semmi erőszak. Úgy hallottam, pacifista vagyok. Van a szájba áldozáson, akkor
akkor az ott probléma van. Így van. Figyeljen ide! Nagy szeretettel tisztelettel megjegyezik a testtartásával kapcsolatban egy apró dolgot, hogyha megengedi, mert csontkobács vagyok. A járásából látszik, mert olyan a mozgása magának, mint egy segbebaszott darumadár, de most odaadom a névjegyemet, és némi készpénzé helyre tudom tenni ezeket a problémákat. Értem. Mégis kérdések olvaszva ezzel a szituációban, szóval köszönjük szépen a lehetőséget. Én is. Az a fejrúd mindent elárul. Na, így van. Viszlát. Aztán alulpelű. Igen? Szeretik a hullámbas? Micsodát? Hullámbas. Hát a hullámbas az a nem, de a pörköltet nokedlival igen. Miért? Na, lesz egy kis hullámbas. Jobban fognak közlekedni. Rákot legyen. Köszönjük szépen, hogy kivették a kerekeket. Igen, köszönjük. Szeress vele barátodat. Így van, és baszd meg az anyádat. Viszlát, köszönjük! Ha megdobnak, téglával dob vissza kenyérrel. Így van, és baszdarcon tenyérrel. Hát meg nyomorig, geci vagy. Szia! Szia! Bazd meg! Jó az a hullámas út, nem? De most kiné volt a drog? Nem nálad? De nálam volt. Mi a vagy? Hát, nem mondtam semmit. Bore. Direkt jöttem most erre. Meg akartam neked ezt már mutatni. Ezek a hülyék engem nem kutattak át. 2000 alatt lehet elcigizni, nagyon jó. Azaz, nyomjad neki! Eltörött az elcigim, az a baj. Figyelünk! Itt ez nem áll meg, há? A jó Isten nem állítsa meg. Amúgy ezt majd ezt kell mondani, hogy ez vonat, jó? Így van, ez az. Tudod tartani az egy... Menj, menjen a szaroddal, te! Ez a Juni, nem? Valós. Lőtt ki a kerekit. Hát ebb... Mi van, Judy, geci? Megtanítsalak driftelni? Szilárd ki ezt a százat? Nagy vagy! Ja, mint a tebe szar. Hozz beverted rendesen, mint a százas szeged. Ez be most. Menjünk a cserélyük, akkor a szecskát. Hát itt megszögelik a fiú. Bérletem van. Addig zárva van a gyász, megveri a fejüket. Hulló csillag jár az éget! Most tényleg előveszem az úrias verdát. Faszomat. Mindig beszopjuk a paszt. Nem vagy már bele! Ez mi? Mi? Ez egy uzi doboz? Mária, már ezt visszateszem, ez nem jó. Kocka lópasz. Miért tudod, hogy az a tűz a faszopás, ha? Nem láttál még vérembes sportautóba, vagy mi? Gyere már! Szia! Szia, geci! Ó, az igen! Hát pazd meg! Ez van! Látom, hogy ez egy Volvo, turbo? Így van, teljesen turbós Volvo. Ó, az de szép, he? Nagyon szép! Gyilkos! Hon van a Juni? Azt mondtam, hogy jó, azon gondolkodtam, hogy izé... Mi van? Tolasd be, tolasd! Ide, állj meg, állj! Állj meg! Nem láttad? Nem, mit?
Mi a fasz? Belecski, kösz szépen az ötdodót! Vagy öreg, mit nézel az utat egyébként, vagy más? Mondjad már, mi van? Lali, bazd meg, ott volt, ott van! Hol? Állj meg, nem látom. Ja, látom. Ez már megint kezdi, he. Shailo lai lo lai tarari tarara Shailo lai lo lai. Az a Judy, he? Ez csak két szemű. Hát igen, szomorú. Milyen jó ez a fényrúd a kezembe, ez biztos szerinted nagyon kell. Szerinted megint el fogja játszani, amit szokott? Persze, biztos ötször körbe megy. Na fogadjunk, he, fogadjunk $1000. Fogd a passzom, lovazzunk. A szívét! Mi a baj? Nem ismeri Lali ezt az autót. Megáll a pirosnak. Remélem a Doggy Andi aláírást intézi. Hát de hülye, ez egy irányú, az behajtott. Hát látod. Maradj le öreg, ne hagyd le. Keri Débla! Hát ott megáll a piros, tehát az egy irányú. Persze. Hol itt a logika? Amúgy hát ez egy nagyon jó kérdés, baszeg, amúgy igen. Ájlólá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 j
Muszáj voltam tovább hajtani, hogy lezebukjunk. Valaki, mi az a banán autóban jön valaki el? Ez tényleg egy fogyatékos, nem normális. A rendőrökkel meg megint ez a buzi, állítom. Anyázat. Nem látod, hogy egy irányú? Szép jó napot! Jó napot kívánok, tiszteletem! Mibe segíthetünk? A ember az követett üldözött minket, és egyébként ismerjük valahonnan, de nincs jogsia, csak mondom. Itt ez igaz. Előtt megy. Szia, banán geci! Szia, te erről a fegyről való volt, nélkével jöttünk! Pontosan! Őket! Nézem közben Lali. Most beszélsz vele, vagy elküldjem a kurvanyám? Én nem beszélek vele. Szépen. Elnézést, főnök, ez egy zaklató ember itt, elnézést, egy lakótelepi szatír. Takarodjál már innen, banános gyó. Mert lesz Irgumburgum, alát peszítek. Nézd meg, hát, hogy oda dörgölöm a passzomat az ajtóhoz. Ennyit ért csöves, érted? János, kezd az 50-et! Mondtad, hogy elloptad ezt a BMW-t, találtad vele. Be kell ismerni, már vége. Lefőtt a fázi. Lajos bevitt megint valami dobozt. Az autó vagy csak ezt autó? Ez egy Johnny, bazen őt ismerek ebbe a gatyába, vagy állandó. Ez is igaz. Ez egy lakótelet visszatér. Mi? Márkó, köszön 45-öt! És Dénes, neked is kösz szépen! Hát megmakkad. Hát tényleg, hallod, figyelj már ide! Te oxigén hiányos. Erígy már a gyászba. Lehet, hogy 50-szer elmondja, hogy uram mondja, hogy mi problémája. Ja. Az urak belém jöttek és nem képesek
Mikor mentünk belé, te miről beszélsz? Meg vagy zavarulva? Ugye egy dologba mentünk bele, az az anyád volt. Ez is igaz. Ez most igazat szólt a gyerek. Ugye csak ide, te passzopó. Meg fogok szúrni, nem takarodsz el innen, csak mondom halkan a füledbe. Ja. Takarodjál innen. Nem is én vezettem, ezért nem én vezettem. Hallod öreg, most akarja mártani. Most akarja, kicsoda? Ezt te akar mártani téged. Engem, mert nekem van jogosítványom, tiszteletem, biztos úr. Te figyelj már ide, te egyébként te ilyen rendőr vagy, vagy ilyesmi. Igen. Akkor te meg nem mondjad, hogy mit mutassak, mert megmutatod neked valamit. Nem fogsz körülni. Itt van, itt van a kocsi. Vigyázzon, uram, be a fülé. Nekem van jogosítványom. Jó, ezt el kell kapni. El kell kapni. Jöjjek, segítsen. A Lali egyébként valami dobozokat izél. Nem láttad ilyen, Junior, az első kanyarban már ütközött. Nem láttam. Igen, én láttam egyébként. Itt van valami. Várjál, mert itt sötétített az üveg valahol máshol, mert itt nem. De nem ismered az autót, nem beszélsz rá a passz. Hajolj előre. Az öreg gerincbírás! A Bódi Norbinak! Ez a Juni? Azt a tűben ne geci! Istenem! Azt hittem az jön, azt hittem láttad, hogy akszor... Ah, Istenem, az meg... Hogyha ugattak a kutyák, levágom az utat, bár ma este! Hova rákba megy ez a csöves Lajos? Nem tudom, de én mindig el vagyok külve, Junin, mekkora sofőr. Az nagyon nagy vezér. A passzomba megy már ez a büdös Lajos. Mikor ott jártak. E megint bakugazazik, állítom. Hogyha ugatnak a kutyák, levágom az utat. Ez mi a faszomat csinál már megint? Nem tudom, geci. Nem tudom. Biztos azóta ott ülj fejjel lefele. Addig míg el nem ájúdik. Levágom az utat. Bakugan császárra, hogy igen. Az jó. Állj meg, szia. Hallod, figyelj már. Igen. Húva anyádat. Köszi viszont. Ennyi? A csöves autótokkal húzzatok ma fejére. Figyelj csak ide, te kis uborkafejű Terminátor, te szopós malac. Na szépen legyél, te szopornyicsász gyászkereszt. Mert nagyon nagy problémák lesznek itt hamarosan. Mi az, hogy csöves autók? Ha? Na gyere akkor. Gyere, passzopó. Figyelj csak háromra, oké? Okay? Három! Jaj, Jézusom, már is! De nagy béna, bacsá! Ha nyertünk, bazd meg! Kár, hogy nem az éve fogadtunk forgalmiból, de? Há! Satu! Lali honban?
Hova lett ez? Jobbra, bemegy jobbra, ott az énél a striptease bárnál. Nincs fegybered? Megsímog... Mit csinálsz? Azt a büdös kurveget. Ezt ki kell fizetnie? Ezt ki kell fizetnie, hát? Szarul is lettem, jó! Ki kell hívni a rendőrséget? Öreg, megpuszírod a bibimet a lábimon, jó! Puszilja meg a gyász! Ó, de csak egy baráti puszi-muszi, jó! Te figyelj már ide, te büdös köcsög! Nem látsz a szemeddel? Ha? Te kanyarodtál, te gyász! Ki kanyarodtál? Az egyenesen haladó forgalomból elsőbségem lett volna. Elém kanyarodtál, te csicska? Figyelj csak, itt nagyon nagy baj van most. Ki kell tenned a millió dollárt? 2 milliót. Az ki a gecit érdekel, hogy honnan, ahonnan előkanyarodtál, onnét? Itt párok. Okay. Fölírtam a rendszámot, mindent. Jó, jó, persze. Itt leszel? Itt hogyne. Már kösz szépen, Ricsi, neked is. János, kösz. Ülj be, Joker. Ülj be. Ezt a passzopót. Hon van a Lali? Bement ide, hozzánk, haza. Jó. Ja. Márkösz a század. Picsu, gyere be! Nem tudom menni. Hát tudom, csak ez nem tetszett, ez a sorompó. Nem tetszett ez a sorompó nekem. Jaj, semmi baj. Jó, akkor most... el kell búcsúznunk. Miért? Azért, mert most megyek és elindítok egy... egy szexet. Így van. Elképjek a tenyeredre barátilag, aztán mehet. Hát semmi ilyesmi. Miért? Mert most nem szabad. Szia, szia. Szia. Úgy elmenekültem a rendőrök előbb, se találtak utána. Na, láttuk, hogy eltűnt. Jaj, láttuk, nagyon profi vagy. Én is a... A nem a rendőrök elő, hanem a bűnözők. Nagyon nagy propi vagy most, te. Te is menekültél, Ali? Igen. Ott a Ferrarit is elhoztam. Na én megyek szobelni. Jó éjszakát kívánok, és szervusztok. Sziasztok. Sziasztok, hello. Szia!